Mióta Schiller monumentális drámai költeménye a Don Carlos 1787-ben nyomtatásban megjelent, azóta a szabadság és az önkényuralom elleni lázadás szimbólumaként apostrofálják. Néhány nap és a Vörös Marti Színház nagy színpadán is megelevenedik a Don Carlos. Tetszés, a szerint büntetős kegyelm, az furcsa, hogy egyek ki se hallgat. A 2013-as év első bemutatóját Bagó Bertalan rendezi Cserhalmi György és Gáspár Sándor főszereplésével. Pontosan arról szól a történet, hogy mindenki szeretne király lenni, mindenki szeretne gazdag lenni, és ennek a szenvedélytörténetét szerelmesek lesznek egymásba, gyűlölik egymást, aki hatalmon van, az meg szeretné tartani a hatalmát. És ennek a kérdés feltevése érdekel, és az örök érvényű kérdés feltevés. Talán az egyetlen szabad ember az ön által alakított karakter? Igen, hát így apostrofálják őt a darabban. Azt hiszem, el is hangzik a szövegben. Talán éppen az ellenlábas a király részéről. Igen. Időről időre, korokról korokra föltűnnek szabad emberek. És akik valamilyen értelme, bizonyos értelme tényleg példaképek is lehetnek. Nem minden cselekedetük, de amiért ők a balhéjékat, hogy így mondjam, fölvállalják, az tiszteletre méltó. Annyi esztendő műve kinyúlva fekszik! Nem vagyok megelégedve, de embert találtam, ezek mind tartnyalók. Nagyon nehéz és nagyon szép feladat, és azokat az amplitúdókat bejárni, amiket egy világhatalmon lévő ember ábrázolását illetően fel kell tudnom mutatni, szembeállítva az esendőségével, ezek mind-mind olyan végleteket követelnek, provokálnak ki a színésztől, amik nem könnyűek, de azt hiszem, hogy ilyen szerepekért érdemes színésznek lenni.